Oké, okay. Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit. A Betonlét zenekar vagyunk Debrecenben, 16 éves banda. Első dalunk címe Debreceni Rocker. A Beton Légy zenekar két tagja ül most itt éppen velem szembe. Tudom, nagyon snasz, hogy el kell mondani, hogy hogy született ez a név. Én tudom, hogy miért beton és miért légy, de azért mondjátok el ti magatok is.
Az, az igazság, hogy ez nem külön írt, tehát nem külön írjuk ezt a szót, hanem egyből, tehát betonlégy. Tehát ez maga az a kis rovar, ami betonból van végül is, egy ilyen szobort képzeljetek el. Nem az, hogy te betonlégy, tehát kemény légy, hanem ez maga egy betonból élő kis rovar, egy légy végül is. Na, de én arra gondoltam, hogy azért beton, mert hogy a zene és a tizenétek időtálló, légy pedig kemény, azért, kemény, mert... Kemény, szemtelen, mint a légy, és rászám minden szemétre, mert egy időben olyan dalokat játszottunk, ami miatt általában le is tiltottak bennünket néhány koncertről, ami hát a saját dalok voltak azok is, de ezek a dalok, ezek... egy kicsit úgy előnybe vették a politikai helyzetet, ezt-azt, tehát úgy azokat a dolgokat most már egy kicsit eltoltuk, mert mindig azt mondták, hogy jaj, a betonlégy, akkor az olasz liszkát ne játszátok már, jó? Hát figyelj, mondom, ez egyik olyan dalunk volt, például konkrétan ez a dal is, hogy le kellett venni, mert olyan szöveg tartománya volt, hogy diszkriminatív volt, tehát érted? De a pénzéhes azt, hogy még belefér a repertoárba. Az még belefér, az belefér. Hát ez, akinek nem inge, ne vegye magára, hát benne is van a szövegben, hogy remélem köztetek itt nincs, de vagy nincs, de jó néhány magára ismer. Hát aki magára ismer, benne magára ismer. Próbálunk szórakoztató, de mégis mély mondani való dalokat írni. Van egy nagyon kedves barátunk, egy író, költő barátunk, aki segít a szövegírásban, mert nagy részét Laci írta, illetve Oroszté Csabának a nevét Csaba. Meg kell említeni, aki még segít nekünk szövegeket írni. Megszületnek a dalok, aztán mindenféle motoros fesztiváloknak az állandó résztvevői vagytok gyakorlatilag, vagy hát nagyon sok éven keresztül nagyon sok motoros fesztiválon voltatok. Ti magatok motoroztok? Mi ketten igen. Mind a ketten motorozunk, igen. Hát nem olyan nagy volumenben, de azért motorozunk. Mi az, ami a szívetekhez akkor közelebb áll, a motorozás, vagy a zenélés és a koncertezés? Mindenképpen a zene. Mindenképpen a zene. Hát a zene velejárója a motor. A motorozás az maga, az egy külön hobbi, azt mi nagyon szeretjük, tehát mind a ketten nagyon szeretünk motorozni, és szoktunk is. Még egy helyváltoztatási... Tehát... Igen. Igen, csak motorral nehéz a hangszereket vinni egyik fellépésről másikra. Igen, hát azért kocsival járunk, tehát azért általában. De motorozni is szoktunk, tehát tudjuk mi a feelingje. Van is dalunk hozzá, tehát van motoros dalunk is, ami kimondottan motorosoknak szól. Igen, meg hát az apaságról is szól nektek egy dalotok. Hát igen. Igen, az apának lenni. Regnáló apák vagyunk. Az volt az, első olyan szerzeményem, ami sikeres lett, tehát ismert lett, így mondjuk, hogy ismert lett, inkább most hát azóta is nyomjuk minden, általában egy lezáróra minden ilyen apák fellépésünkön. Apák, illetve nagyapák is vagyunk. Ugye 2008-ban alakult a zenekar, tehát ti nem egy fiatal formáció vagytok. Nagyon sok gitáros jött, ment a csapatba, ugye volt ott egy 9 év után egy elég komoly váltás, egy elég nagy váltás, és most van egy aktuális felállás. Ez most az a Betonlégy zenekar, akit... Most az a Betonlégy zenekar, ami... Technikailag talán az összes között a legjobb. Tehát az összes felállás között 10 felállásunk volt, 10. Ez adódott anyagi összeférhetetlenség, akkor személyes dolgok, ital, stb. Nem merülnék túlzottan bele, és most szeretném megköszönni az összes srácnak, aki ebbe belenyúlt, akinek ebbe benne volt a keze, úgy szövegileg, úgy zeneileg, meg úgy emberileg, meg úgy zenekartagilag. A próbák és a zenekartagok hozzáállása, ez a felállásban a legjobb. Tehát magasan. Itt akarunk próbálni, akarjuk csinálni, mert sokszor probléma volt az is, hogy keveset próbáltunk, nem volt olyan felkészült a csapat, tehát mind a szorgalmuk a csapattagoknak, mind a hozzáállásuk a legjobb, és ez szerintem le is jön a színpadról, hogy sokkal felkészültebbek és sokkal jobbak vagyunk annál, amik voltunk. A zenetaktikai értekezleteket mindig halászlé kíséri, vagy van, amikor más is?
Te alkoholra gondolsz? Nem, hanem hogy a halászlén kívül mi az, amit szívesen esztek. Jaj, a halászlé. Mi nem látszik? Jaj, a tiszacsegei. Így van. Honnan tudtak ilyenekről? Ez valaki beszélt a hátam mögött. Igen, sokszor nagyon sokat számít az, ha csak egy halászlé kíséri. Tehát nem feltétlenül vagyunk úgy, hogy mi szeretünk örömet szerezni a zenénkkel, és az a buli konkrétan annyira jól sikerült, hogy én azt mondtam, hogy elég a dicsőség. Érted? Tehát az a halászlé, az elég volt ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát, mert mikor leszerepeltünk, utána azt mondták, és még hihetetlen fogalmunk nincs, hogy, de még Írországból is kaptunk üzenetet, hogy abban ne hagyjuk, hogy került oda ki az anyag, ebből az icipici kis kocsmából, halványgőzöm nincs, de tényleg csúcs volt. Nem is kell mindig tudni. Szenzációs jó ilyen helyeken játszani, ahol közvetlenebb kapcsolatunk van a közönséggel. Én például, hát az árja, hívott bennünket, de nem megy, nem. Tehát nem kell az a közönség. És akkor 10 év múlva mit gondoltok, hol fog tartani a zenekar? Akkor gondolom nem az árja előbb zenekarra lesztek. Igen. Akkor az lesz a fő cél, hogy minden színpad akadálymentesítve legyen. Jó, hogy tolókocsival fel tudjuk menni. Transzilvánia Rock Rendezvous. Ez egy ilyen kis horror kóborgás lesz. Blood is life. I am Dracula. Zúg az ében, gyűlnek a kapuban a fekete macskák, gázolnak a vérben. A vámpír démon irigyedve lesi, hogy pattannak az erek. Színpadra szólít Dracula, hívnak, már sietve felmegyek. Felmegyek! A pakon küldöttek egy metánóta, robban ki a számból. Az elkárhozott lelkek lassan előmásznak az ágyból. Szomorú a sárnap, fekete szombat, a sátán kongrán játszik. Eltűröm át, nem érek el is, mögöttem alig látszik, yeah. Alig látszik. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.